A múlt tiszteletére és a hagyományok ápolására kapta a Kürtgyarmat tanúszoda nevet az új, fehérgyarmati sportlétesítmény. A település az elsők között volt, ahol letették az uszoda alapkövét még 2016 áprilisában. A városnak régi vágya volt a tanúszoda, így az átadás egy mérföldkőnek számít Fehérgyarmat életében. A kormány által biztosított beruházás több évtizedes hiánypótol az úszásoktatás, a versenysport és a szabadidő hasznos eltöltése terén. Olyan fejlesztés valósult meg, melyet régóta vártak az itt élők. Ma egy olyan beruházás ünnepélyes átadásán vagyunk jelen, mely jól példázza, hogy a kormányzat és a helyi önkormányzat sikeresen tud együttműködni egy térség fejlesztése érdekében. Városunk és járásunk lakosainak régi álma vált valóra ennek a beruházásnak az átadásával. Nincs még egy olyan létesítmény, melynek megnyitására ilyen sokan vártak volna. Péter Csaba hozzátette, a mindennapos testnevelés mellett mindenki számára biztosított az úszási lehetőség. A több mint 350 millió forintból épült létesítményben kialakítottak egy 80 cm mélységű oktatómedencét, egy 1 méter 90 cm mély sportmedencét, illetve finszauna, valamint kiszolgáló helyiségek is épültek az uszodában. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program első ütemére 38 milliárd forintot fordít a magyar kormány, ennek része 25 uszoda építése, ebből a 12. átadott a Fehérgyarmati. 2014. februárjában döntött a magyar kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programról, melynek eredményeként tantermek, tornatermek és tanúszoda beruházásokat valósíthatunk meg országszerte, jellemzően a járás központokban. Ezzel párhuzamosan a Minden gyermek tanuljon meg úszni pályázati és különböző olyan programok, amelyet a Magyar Úszó Szövetség is elindított, kormányzati szándékunk, ennek megvalósítása és ennek továbbvitele. Az a cél fogalmazódott meg, hogy biztosított legyen járásonként mindenkinek az úszás tanulása. A rendszeres úszás nem csak vízi jártasságot jelent, az egészséges élet egyik alappillére is. A tanúszoda program célja, hogy minél kevesebb utazással elérhető legyen az úszásoktatás. Fehérgyarmat az elmúlt időszakban nagy mértékben fejlődött és fejlődik, mintegy 7 milliárd forintos támogatás érkezett a településre, közölte Tilki Attila országgyűlési képviselő. Ha valaki azt mondja, add alább, hagyd ott, te csak menj tovább, erős hittel, mert semmire sem vágysz véletlenül. Ez az idézet korunk egyik ismert alakjától, Jason Statham-től, a Bluff és a Szállító című film akciófilmek főszereplőjétől származik. És azért választottam egyébként ezt az idézetet, mert talán azt kevesen tudjuk, hogy ő műugró volt, olimpián nem vett részt, de brit nemzetközösségi játékokon részt vett és jó eredményt ért el. Másrészt azért is választottam ezt az idézetet, mert egy régi vágya valósul meg a fehérgyarmatiaknak, a térségieknek ezzel a tanúszoda átadással. Egy országgyűlési képviselő, egy térségi országgyűlési képviselő nyilván sok helyen mond beszédet, sokszor ad át, szerencsére a kormánynak, de azért higgyék el, hogy nekem is más is egy különleges alkalom ez a mai nap. A szalagátvágásban Risto Viva olimpiai bajnok is segített a Kürtgyarmat tanúszoda bejáratánál.